Jó reggelt, Vietnám üdv a Csatin képer jelentkezik komment reagáló videóval, amiben képzeljétek, kommentekre fogok reagálni, mármint így végigpörgetjük az utóbbi időszak komment szekcióit, és megpróbálok válaszolni rá, meg igazából reagálni rá, és így akkor kommentedre válasz kapsz, egyszerűbb szerintem mind írni, egyébként nem csak erről lesz szó ebben a videóban, azért ha adok, hogy ne húzzam az időt. Bele is vágunk a lecsóba, Bokor Bernadett írta, hogy a vizes banditák a reszkássetek betörőkben vannak, asszem. Igen, egyébként, ó, eltaláltad. De jó lenne egy melóhelyen dolgozni, veled végig beszélnénk a műszakot. Enszlél mondja, igen, egyébként, hát nem tudom, nem biztos, lehet, hogy nem működne a kémia, de nem úgy. De tényleg egyébként, ja, lehet, hogy jó lenne. Attól függ, mit dolgozunk, mert hogyha. Izzét, flexelünk egész nap, akkor nem tudunk beszélgetni. Mi dolgozol egyébként? Mondjad már meg fele! <laughs> Na, Eljóci írta. Eljóci 1934. Ugye nem 1934-ben születti egyébként. Nem akarok spoilerezni, de elhagyott hely, egy elhagyott ház, és ott van a Fater kocsija. Valahol az erdőben keeper. Amikor ott vannak a polcon, az azt a készítő csinálta azoknak a videósoknak, akik felvett ahogy nyomják a játékot. Oh, akkor egyébként gondoltam, de remélem, hogy hát nem remélem, hogy elszóltam magam, ez egy frajdi elszólás volt. Azt akartam mondani, hogy hát talán én is ott leszek a polcon. Na, de meglátjuk majd. Én, Nagy Attila írta, nagyon örülök, örülök, hogy visszatértél. Szerbusz és végre igen, igen. Igen, egy kicsit van kedvem videózni, hát nem egy kicsit, egy csomó minden, ja, van kedvem videózni, nagyon megjött a kedvem videózni, és szerettem mindig, és tök hiányzott, úgyhogy jó hülye voltam, hogy kihagytam. Máté írta, az asztalnál tud cigit tölteni. Ja, egyébként azt többen írtátok, hogy az nem szar az asztalon, hanem igazából lehet ott cigit tölteni, az dohány. Oh yeah. József kérdezi, hogy alsó 15 várható-e valamikor, szerintem nem tudom, egyébként spoiler, az EG 22 be akarok alsó játszani, mert, mert miért nem, meg egyébként most ingyenes, mindenki le tudja szedni, aztán, csak az igazából nem tudom, hogy 22 be mit csinálják. már így már minden volt, aztán van ugye most az alsó újlak map, ami gyakorlatilag ugyanaz, mint a 15 be azt szívesen megnézném, csak már annyi sorozatúba belekezdtem, megkezdek, hogy az meg fogtok őrülni. Ja, írta valaki, Erik, hogy 19.00-nál meghalt. Az igen, az tudom, mikor volt. Akkor, amikor három kezünk volt. Egyébként én is sokkot kaptam. Azért nem is tudtam itt szólni, mondom. Mi van? Három kezed van. Na, csont írja, keeper az asztalnál cigit lehet tölteni. Igen. Ricci Gaming Tech Channel 4505. Írja a papírját, hogy a Lomposod tele van már az ilyen fajta kérdésekkel, de FS22 1 milliárd eurós kihívás sorozat leszem valamikor? A 15 és a 19-es sorozatot már majdnem kipörgettem. Hát a 15-ös az, vagy az, az 19-es, ez menni fog tovább. 21-ben meg valami más kéne, nem, nem nem ugyanazt csinálni. Uh, Mil Hoover írja, legfőbb kérdés, kiszart az asztal. Egyébként, ja, az írta, hogy le, dohányoz, és cigit lehet tölteni. Azt nem tudom, egyébként, a írja meg valaki, hogyha nézi azt a videót, hogy mire jó a cigi? A My Village Life-ban. Ja, írja valaki, hogy a Tóparton néz körül, írják, hogy támogatom. Hmm, akkor a körül körülnézünk. Egyébként újra azt a játékot, és én ilyen komolyabb hangvételbe próbálom. Tényleg egy ilyen normális végigjátszás, ne az legyen, hogy egész végig visítunk meg Megpróbálok mondjuk kettővel kávésebb kávét indulás előtt, aztán akkor talán valami lesz. Bakter. Írja, Bakter, ezt láttam ezt a kommentet, inkább a MC, nem jó, ez jól neked. Hát, jó, egy kicsit előkörködtem, azért is furcsa voltam ez, Úgyhogy a következőkben majd egy kicsit komolyabban veszünk, de egyébként a My Summer car gondolsz, a My Summer Car, gondolsz, My Summer car is folytatódni fog. Egyébként, ja, fú, abban voltak gondok, nem akarom elmesélni, mert mindig kitérek mindenre, akkor nem fogunk végére jutni soha. Viola Bence, te papi, ennyi kérdés, nagyon nagy, de a legfontosabb kérdés elhangzott, hogy kell googolni, vége volt. Jó, hát be akartunk nézni a szoknya alá, de most nem mindenki szerintem... Én nem néztem erről videót, már mint egy videósokat, de mindenkinek gondolom az első reakciója, be akar nézni a szoknya alá. Szaszair ír is írja, hogy, hogy van a googolás helye, de hát nem a legfontosabb. Tóth István, szia! Egyébként olyan jó ilyen régi arcokat látni, egyébként Nagyon sokan már mint ilyen tök régi arcok vagytok, bocs, hogy most jut eszembe csak, de ő neki például még mindig ugyanaz a profil képe, és az tök jó. Hali, igen, Rekaméi, nekünk narancsárga húzatos volt. Nekünk ilyen zöld húzatos volt, aztán ilyen bordázott. A narancsárga húzatos az nem az volt, hogy ilyen narancsárga barna. Olyan is emlékszem. Végre My Village Live. Az asztalon a dohány, a levél mellett, és nekünk még mindig van Rekaméink, írta ő, Milán is. És historián 1975 írja, 54 másodperc. Ú, uh, azt nem tudom, mire értetted hangari Hun írja a papikám, nem jó a cím, jaj, jaj, nem volt jó egyébként, először rosszul, rosszul írtam. Zsolti 9806, üdv, a Youtube ajánlotta, barakta ezt a videót, megmondom őszintén, már nem is, meg is feledkeztem róla, régebben sok videódat láttam, a Dabas sorozat, a személyes kedvencem, és a magyar TS Farming. Öröm ismét a csatornáddal talál, találkozni. Sok sikert kívánok! Egyébként igen, ugye most mivel másfél évet kihagytam, az algoritmus az nagyon nem dobja a videóimat, úgyhogy szerintem nagyon sok feliratkozó nem is tud róla, hogy ugy, ugyan, újra videózom. Nem baj. Köszönöm. Ez egy eléggé hülye helyzet, mert ja, emiatt ugye mivel nem dobja, rettenetesen kicsi nézettségek vannak, nem olyan kicsik, de azért viszonylag, de egyébként annyira nem tudom, amikor így el, a hív, akkor egyszerűen, meg nem, 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 tudom, az, aki nézi azt, hogyha valamennyire is tudom szórakoztatni, én annak tök Ezt, Ez van. Ja, úgyhogy úgy, igen, igen, sokan szerintem nem is tudják, már nem akadnak rá, de egyébként a nagy, nagy öregek itt vannak, ők hogy találták meg, hogy megint, megint vannak videók? Például ő írja, ugye Zsolt írja, hogy a az ajánlottba kapta meg. Na, mindegy, menjünk tovább! Mátyás, nyáradi, szia Keeper, menjen a diszkóba, verszét a mellette álló ipsét, és megkapod az karóráját. Csak itt tovább, papi. Jó lett a videó, nagyon szépen köszönöm. My Summer szeretitek egyébként, én is nagyon szeretem. Hú, abba meg... olyan, hú, igen, igen, abba, nagyon... megint nem akarok kitérni rá, mert megint nem fogunk tovább leérni, végigérni ezen a komment szekción. Thomas 7634, Ja, ezt igen, végigolvastam, hogy nem az optimalizálás a probléma, hanem ugye az engine problémák, ezt elolvastam, most nem akarom felolvasni, te tudja mindenki. Igen, itt uh, leírja Thomas, Tamás, hogy uh, nem a, tényleg nem, az, nem azzal van gond, hanem ugye, uh, hanem igen, hogy a, a, az indie fejlesztők például összedobnak egy játékot néhány assetből, és akkor a kiadják már Steam-en korai fázisba, nem foglalkoznak vele, meg ugye az engine sem annyira jól működik. Van egy cigit, van egy cigit, mekkora dumo? Hosszú évek után újra kedvet kaptam a játékhoz. Aki látja ezt a kommentet, az küldjön segítséget és egy tálca nyugtatót. Ezen úgy röhögte ezen a kommentet, ez akkora gyerekek ez akkor ez a komment, ez nagyon, ezt így, meg ráadásul ez a, ez a fáj, basszus, ez nagyon jó, ez nagyon jó, ezzel, ezzel az egészszel, ez a komment, ez a profilképpel, ez nagyon jó, nagyon tetszik. Valaki írta, hogy hello, Csaba írta, hello, ja igen, Dik az ma... olvastam a kommentjeidet, igen, 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 hadd -e olvassam fel, olyan hosszú kommenteket írsz, meg írtál, tudom egyébként, hogy ki vagy, meg te, nye, alap, hogy tudom, legalább a profilképet nem változott. Igen. Jó, oké. Okay. Na, uh, Enszlé írt, mikor a videós kommentelésről beszéltél, hogy kevesen nézik már gépről a videókat. Ja, ezt is olvastam, igen, hogy összpöztöre a kettőt, mert PC-re van körbe a tévé, nem Igen, egyébként régebben én is így csináltam, viszont ezek a smart tévék, ezek rettenetesen imádom. Uh, a, nem kell a gépnek mennie, meg ugye távirányítani tudod, úgyhogy fú, én azt nagyon szeretem. Régenben én is úgy csináltam, hogy ki volt rakva ugyan a tévére. Meg egyébként most is ki van a tévére, mert ö, egy, egy ilyen 4K tévény játszom én. Vagy monitor, vagy tévének nem lehet nevezni, egy ilyen nagyon. Hmm, igen. Írja, ú, túlélő blogger. Basszus, milyen arcok vannak! Ő szerintem az első tíz feliratkozónkban volt. Ez nagyon jó játéknak, a 90-es évek végén. Ja, hogy 2000-ben készült, akkor pár évvel késő. De egyébként nekem is ilyen vibe van, hogy ilyen, 90-es években volt már. Hát nem tudom, egy idő után elveszíti az ember az érzéket, így, hogy... Főleg ilyen, ja, így beleéget az emberbe, hogy például el, el, elasztomániázott, és ö, igen, nem tudja hol rakni, hogy ez mikor volt. Igen, ezt voltuk rakás haver összesült, és felváltva játszottunk vele, és rögtünk végig. Igen, ez körülbelül az volt, meg régen, nem tudom, régen az volt nálunk is, hogy így a haverokkal, hogy úgy játszottunk, valakinek volt egy PC-je, egy erősebb PC-je, mondjuk egy P2-ese, vagy még 486, meg ilyesmi, és olyan játékokkal játszottunk, ami volt. Mármint így, euh, amit nem tudom, így elértünk, ugye internet az nem volt, emlékszem, hogy tudom én, szereztünk egy repülő szimulátort, ami igazából holt nem érdekelt minket, amúgy nem vettünk volna, most nem bennék egy repülő szimulátort, egy ilyen, ö, ilyen vortex grafikájú, talán tudjátok, ami ilyen, még nem 3D-s, de már 3D hatású, na mindegy, és azzal játszottunk, és úgy játszottunk, hogy például haverral, azt tudom, hogy úgy játszottunk vele, hogy hogy én mondjuk irányítottam a repülőt, ő, ő, megkezelte a fegyvereket, és akkor valamikor fordítva, és akkor egy billentyűzette ketten játszottunk. A Half-Life egyet, azt úgy toltunk végig, arra, hogy mondjuk ő mozgott, én meglőttem így. Mondjuk ugye egyikünk volt a izé, a másik meg a billentyűzette, hogy mégse az legyen, hogy egyikünk végignézi. És tényleg csomót úgy játszottunk, hogy ketten. Meg hát felváltva, meg minden. Emlékszem, hogy a havernak volt először ilyen nagyobb PC-je. És a 486-osa és a Dinablastert játszottuk rajta például. Ó, órákig Dinablaster-oztunk. nem is tudom, volt egy másik neve a... Bomberman, vagy valami ilyesmi. Na, Soma 97, mikor bementél a boltba, mert be volt üdve a kasszába 2700. Egyébként én azt nem is értem, hogy miért. Igen, lehet, hogy a szatyorban lesz más is. De hogyan? Ki, ki, jöttem, vagy... De nem jöttél ki. Mármint az előző vásárlással nem fizettem ki, nem hoztam ki valamit, vagy valami ilyesmi történt. Lehet basszus, hogy tényleg vettem elemeket utoljára, amikor ott voltam, csak nem lett kifizetve, és így nem kaptam meg. Úgyhogy ez fú basszus, lehet, hogy az volt. Fölföldi László, felföldi László, vagy Fölföldi László? Írja. Jaj, a jó kis vezetékelés, de jó lesz majd. Na egyébként ilyenektől félek. Ja, meg más szamerkárba segítettetek sokat, hogy szét fog robbanni a blokk, hogyha nem állítom, mondjuk, izé, uh, a jukizé, gyerre a vezérlés meg ilyeneket. Martin írja, hogy Szia Keeper, szerintem nyomatnál ez a sorozathoz fészkemet, feeling is lehet, ha mesélsz valamiket, én véleményem szerint. Ja, egyébként a fészkem az nem rossz, csak az a baj, megmondom őszintén, nekem olyan, ilyen, van egy ilyen, egy ilyen beidegződésem, hogy, hogy sokkal ö, szabadabban tudok beszélni akkor, hogyha nem használok fészkemet. Ha elkezdek fészkemet használni, akkor mindig arra, mm, így eszembe jut, hogy ugye láttok is, és akkor így próbálok, próbálom moderálni magam, és ez lehet, hogy akkor nem, nem úgy, nem úgy viselkednék, mint a mint nem, 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 teljesen szabadul, szabadon csinálnám a videózást. Mert mindig van lenne bennem egy olyan, hogy láttok, és akkor nem, nem csinálhatom azt az őrületet, amit amúgy szoktam. Szel az papi, Bence! A v a monitorod FPS számára szinkronizálja a játék FPS-ét. Tehát valószínűleg 120 vagy 144 nem, egyébként 60. 60 as tudom egyébként, hogy ahhoz, és épp ezért furcsálódtam, hogy egyébként tök ilyen, utána belenéztem a videóba, és láttam, hogy így beáll 60-ra, 60.60, 60.60, tényleg végig, és néha olyanokat csinál, hogy így kiír 72, de szerintem az inkább valami szoftver probléma lehetett, az nem volt 72. Mert tök néztem, hogy azt hiszem, hogy még ilyen mindenféle helyen így be volt állva 60, és csak néha, néha csinált ilyen hülyeségeket, hogy 61, 2, 70, szóval így, így érdekes volt. Mert amúgy 60 Hz csak a moncsi. Ezért is furcsálódtam, hogy a vénszink az nem kéne arra, hogy beálljon 60-ra. Na, Kristóf Hábori a motorblokkot szelepfedelet, légszűrházat, főtengely szítárcsát le tudod festeni. A vezérlés nem álltod volna erre rakni. Egyébként azt, ja, azt gondoltam rá, hogy nem kell erre rakni. Én nem gondoltam, hogy ennyire részletes a játéka. Ja, Igenis írtad, hogy van jel, igen, a főtengelyen és a vezérmű tenger. Egymást szembe kell állniuk, úgyhogy annak nekik kell állnunk, mert különben ugrik a motor. Ja, meg a vezérlés takarónak egy csavarját nem húztad meg. A motor simán abból a két T kannából meg tudod tankolni, tanksapkát leveszed, a kannát pedig felé fordítod, mint... A valóságban. Ja, és a motorozásnál nem álltam felvenni a süsokot, mert bele tud menni a bogára szemedben, aztán megbakulsz. Most te szivac, ugye? Azt nem, gondolom csak szivac. Következő részben legyen már csácsomi részt a csokoládés traktorkerék beköszönése. Egyébként azt a hanyagolom, Filip, mert néha olyan tökégőnek tartom, hogy azt, hiszik, hogy azt hiszitek, hogy teljesen bolond vagyok, de aztán nem. Formio írja, Szia Keeper egy-két 2 fontos a vezérlésed kuka hálindítori totál a motor. A generátori oldalon boncslem le mindent. Igen. jó, ja, jó. Azt állítsam, ő is azt írja. Köszönöm szépen egyébként a tippeket, a, látni is, hogy fel van izéve, lájkolva. Like MGTS Zalai képer az aszfalton, a másik irányba gyorsabb, meg vigyázz Moremát az autósok varak aztán fötipornak. Egyébként én azt nem értem, hogy miért visszanéztem azt a videót, mert mondom én, miért este ott el, meg miért mentem le az árokba? De az a motor láthatóan így elkezdett jó így, így össze-vissza menni az úton. De miért? Mi történt? Tényleg azt nem értem, várjatok itt közben meg egy tartalmat ki kéne raknom, nyilvános se, mert most már... Ja igen, igen, a... Fú, ez, ez a játék, ez akkor a gyerekek, a máj... My... Eee... Nem, ez volt a neve? Nem jól. Szinte olyan, mint a My Car csak még egy kicsit még jobb, úgyhogy ezt kidobom, jó srácok? Pillantás. Jól van. <síthat> Oké, okay, biztos jönnek mindjárt az új kommentek. Na, igen. Szerintem azért vont le 3000-et, már látod, hogy te loptad el a Pokerautomatát. Szerintem nem azért, mert akkor inkább szerintem jardok jönnének, vagy valami ilyesmi. Szerintem nem. Szerintem a izé miatt valamit beütötte, vagy vettem, és lehet, hogy a szagyorba tényleg más is van. MGT Zolai. Szí... szevasz Keeper. Ha benne, akkor az ifa megy a helyen zenét, annak sokan örülnének. Szerintem te meg, ja, te meg megbolondulsz, amikor hétszer indul újra. Egyébként raktam azóta be még zenéket. A következő részben azt meg lehet tekinteni, hallgatni majd. Erik Farkas, 1593, ahol először elmentél jobbra, ott el tudsz menni a városba, az autópályán egy jobbros, jobbos, majd az első jobbosnál le a városba. Hú, de, 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 de nem emlékszem rá. Ja, igen, írtad itt is, hogy a szereléssel kapcsolatban mit kell csinálni, hogy nem húztam meg a bütykes tenger csavarjait. Ja, meg hogy a izét, a kábelköteget, meg az, ele az elektronos alkatrészeket külön be kell majd kábelezni. Szerepeket is majd be kell állítani. Fú, karburátor hangolásra is szükség lesz. Ja, meg az olajszűrőt ne, újat kell raknom. Fú. Ja, meg a íz generátor hátuljáról is nem maradt egy tízes csavar. Öh, a színnak is feszesnek kell lennie, és gyerekek. Én már érzem egyébként, hogy ez az lesz, hogy összerakom azt a kocsit, az dír, lerepül a ideje a hengerfej helyéről. A bolt meg 10 20-ig van nyitva, hétfőtől szombatig, vasárnap nincs nyitva. A két tőzemanyagnak meg a kupak részét pont ott kell tartanod a motor beöntő lyukánál, feljebb, lefelé. Köszönöm szépen. És hajrá, keeper meg lesz a kocsi. Köszönöm szépen. Te egyébként te nagyon sokat írsz, régebbi videókhoz is, és tök köszi. Filip, nagyon régóta nem nézek ki ilyen gameplayeket, de erre a sorodatra rákattantam most. Rendesen várom a részeket, mint állat. Nagyon szépen köszönöm. Ah, igen. Partizár. Most, hogy új a gép, a Seven Days to Die, meg jön kifele az alfa verzióból, lehet, hogy -e, ideje lenne annak is majd nekiállni. Igen. Egyébként az tervben van, fent van a gépen már. Fel vagyok, fel vagyok, készülve, ugye újra lett ragva a gép, mert uh, új, új, PC van. Uh, uh, igen. Megmutatom majd mindjárt, hogy milyen, uh, milyen, milyen játékok vannak, mert arról is akarok beszélni, hogy milyen sorozatok fognak fixen menni. Mert valamilyen rendszert azért kellene belevinni, nem egy őrület legyen az egész csatorna. Kiper, amilyen tárgy, elveszik, vagy elbogul, az a szemét telepen megtalálod. Ez komoly! Ó, hogy ezt olvastam volna előbb, mert én meg egy ilyen editor programot, amivel tudom editálni a mentésemet, azt szedtem le, és azzal nagy nehezen megcsináltam, azt képzeljétek, hogy a következő részben, My Summer már a boltnál lesz a rádió. Szóval, hogyha egyébként tök jó az a program, arról lehet, hogy csinálok egy ilyen tutoriát, hogy lássátok, hogy ez hogy, hogy működik. Mert valószínűleg egy csomó embernek elbújnak tárgyak, meg minden, és akkor így, így oda tudod teleportálni, ahova akarod. Meg tudsz beadolni tárgyakat is magadnak, ha elveszik, vagy bármi van. Ja, az olajteknőnél hiányzik egy csavar. Bene... Benedek írta. az a Legalább jó, nyitva van a bót. A géphez pedig jó egészséget. Sok százezer videót, igen, ez őtől levette egyébként a izét a, a számítógép. Hát, ez szaszítól, ez szaszítól, szaszítól. Ma is ütköztünk vele, ma egy SSD-t hozott, de az nem nekem lesz, hanem a hovernak rakunk össze egy gépet. Szaszára minden is van, mindig. A bizniszmen, mi, hallod, nem tudsz olyat neki mondani, nem is tudom mit mondani. Mi, akár, de tényleg mindig, mindig kérdezem tőle, akkor hogy nem. nem is tudom, pont az volt, hogy te, havernak rakok össze gépet, kell, ne, kéne egy SSD neki, meg minden. Nem, van kettő most éppen, de az nem úgy, hogy nála van, neki van kettő, hanem ami éppen így eladó van nála. Nagy bizniszmen, mennek mindig a bolhára, kanizsára, aztán mindenféle. Mutkó vett 25 ér, vette egy Alienware számítógépet, egy alienware olyat, komplet gépet, hogy bolhán, várjál, olyan, hogy a videókártyán is vízhűtés volt, meg ugye ilyen torony volt hozzá, meg, a, meg ugye alien véres számítógépház, meg mit tudom én, milyen i processzor, valamilyen ilyen bika, meg Pff, érted? Hát gondol, nem vágjátok, hogy az én ilyen gépeket csinál. Na, mindegy, a 25 év szerezte, meg ilyeneket újít be mindig. Bolhán kutakodik állandóan. Ja, de olyan pofátlanul ö, üzlete, hogy egyszer voltunk, nem egyszer, nem egyszer voltunk, de többször voltunk bele bolhán. Ő úgy nyomja érted, hogy így oda megy, széttúrja a dobozokat, érted? Az eladó az csak les, aztán így valamit talál, ami jó, azt így, ez mennyi? Azt mondja az eladó, hogy ezer. Visszadobja a do szasz a dobozba, azt mondja, akkor itt marad. <laughs> így, ha mondom, ez kevés. Na, Uh, igen, Csávcsumi csőtész, a Keeper, ha szeretnél pénzt keresni a car kárban, akkor lehet fogvágással és a traktorral elviszed a megrendelőnek. Szarszippantással is lehet, de a szarszippanta autóz kell, a kulcs, amit a házad mögött, a játékban vannak még házak, és ott lakik a nagybácsi elvileg, akitől el tudod venni, venni a szarszoppantó kulcsát. És ha csörög a telefon, akkor vedd föl és hallgass végig, mit mond a fovágás, mert meg tudod csinálni, hogy a traktor áll a tároló alatt, összevágod a fát és... És a... És a... A, -a. Aha. Oké, okay, köszönöm szépen egyébként. Köszi, 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 Milán! Robert írja, Hali, az összes Madraner videódat láttam. Hosszú volt ez az egy év, ezt nagyon kevés, megnéztem az izai videókat, a srác, de a ragyos, köszönöm szépen, hosszú volt ez az egy év, amíg nem voltam, de hiszem, el, olyan nagyos emberek vannak, hogy ezt, hihetetlen, szia keeper, nem, le, nem kedved csinálni egy tutorial vezet, hogy kell betenni az egyedi zenét, annyi, egyébként, annyi van meg még magyar nyelven is, de én szívesen csinálok, de lehet, hogy akkor csinálunk egy olyan tutorial videót, hogy hogy kell egyedi zenét berakni, meg hogy kell editálni a mentést úgy, hogy gyakorlatilag adóhatsz magadnak bármit, meg ha elveszett, akkor azt kerüljön vissza hozzád. Mert ezt, szerintem egy hasznos dolgok, mert nincs olyan játékos szerintem, aki nem találkozott azzal a problémával, hogy elvesztek tárgyai. Ö, megy a felvétel? Ú, megy, jó. Edgar! Edgar! Ő is egy iszonyatosan régi néző. A Quern című játék is magyar, az ilyen poz puzzle, kaland, valami. Annyi még Cooper család csinált vele, de nem fejezte be. Basszus, Cooper mi van? Mondja már meg valaki. Jó, ránézek egyébként iszonyatosan sok magyar játék van, és azon is végig kell menni, az a sorodat is menjen. Majd mindjárt beszélek arról, hogy milyen sorozatok mennek. De tényleg azért hadarok, hogy minél többen benne legyenek a videóba, akik kommenteltek. Mózes, igen, kitaláltátok, ugye volt egy feladvány az előző uh, 1 millió euró kihívásos videóba, és csak az, ő tud, azt tudta, a szót, aki végignézte a videót. Raktam be egy ilyen íztoreget, vagy egy ilyen collect, gyűjthető tartalmat, konkrétan abban a videóban, Betüket mondtam, és a végén, hogy összeállt egy szó, és ő tudta például. Kevin. 2015 né óta nézem az összes videódat, sose vagy da abban. Na. Nagyon ritkán kommentel, de itt vagyok, csendes gyilkos vagyok. Köszönöm szépen, ez jó, ez jó, ez aranyos volt. Ez aranyos volt. Köszi. Vince Dávid, kiper nagyon jó, hogy újra teszel fel videókat, a párommal napról napra várjuk. De hallod, ebbe szakítás lesz ember, hogy az asszonya ilyen izéket nézel, ilyen videókat. Mármint azért, mert izé meg fog őrülni, azt mondja, hogy nem vagy normális, hogy ilyeneket nézel. De aranyos, köszönöm szépen. Bidvadász! Ha a homokon kívül nincs oxigén, akkor a belségési motor hogyan üzemel? Hát igen. Igen. Vannak, vannak az olyan buktatók, tudom. Igen, A domokon nem homokon kívül. Igen, domokon kívül. De egyébként vannak buktatók. Jó, oké, ezt engedjük el, hallod? Hogy kell törölni kommentet? Mózes. Szabad kérdezni, akkor milyen típusú a projektautó? Hát pont, pont ezt nem akartam elmondani, de ezt nem mondom el. Ezt nem mondom el, bocs. Kb. 8 éve követem a csatornádat, de még soha nem kommenteltem. Úgy érzem, most kelleni fog. A hátsó lengcsőjelapítónak alul két csavarja van, húzd meg mindkettőt. Ez is annyira aranyos volt. Ez, ez új, my car videó, ezt az új Meissner-kár videóban be is olvastam ezt a kommentet. Ja, köszi. Erik Farkas. Ja, igen, 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 igen. Ő is azt írja például pont ugyanezt. Titus. Halmagyi. Csácsú, mint őrészta. Hello. Papa Maci, és... Na, basszus, ne foglalkozz velem mit mond a társadalom. Én most vettem egy 24 éves passátot, B5 variant, 19 stádé. Lakatosnál most járt, most jön a fényezés, nekem meg feleségem nek tetszik, azóta már kettel akarták megvenni, de nem adom el. Egyébként nekem is nagyon tetszett. Az a durva, pont erről beszéltem munkatársamról, hogy egyébként az 5-ös, B5, B5 meg a B5.5, hát ugye a B5.5-ös az ugye a faceliftes, az az autóforma, az basszus, az olyan nehezen öregedett meg, hogy az, az nem tudom, ilyen, ilyen, na, csomó autó van, amelyik így hirtelen megöregedik már, mint úgy kiesik ki a nem tűnik fiatal autónak. Már Mármint így kirívik, látszik, hogy egy öreg autó a többi kocsi közül. Az ötös passzátnak olyan jól eltalálták a formáját, hogy az még egy ilyen 15-20 év múlva is tök jó forma volt, és tök ö, releváns forma volt a, a, az autók autóparkban. Értitek, hogy mire gondolok? Hogy ez ja, még mindig jól ézett ki. Nem is tudom, hogy van-e ilyen formavilágú autó például most izét hozom fel Inzigniát. Uh, ugye az egyes első Insignia, azt először tök a high-tech formának tűnt számomra, és ilyen azt mondtam, hogy úristen, ez olyan modern, meg ilyen modern, most meg látok egy őt, aztán így végig, így, így mégis így le, ledobta magáról azt a, azt a high-tech stílt, és ilyen látszik rajta, hogy az egy, nem egy új autó. Jó, persze egy ötös passzát se, itton is látszik, hogy nem új autó, viszont nagyon nehezen öregedett ez az autó. Arról nem is beszélve, hogy egy 9 TD, ugye. <laughs> egyébként az, pont az ötös passzát szerintem még az a, az a, határ, ahonnan úgy, főleg az 1.9 TDI motorra, ahol még hogyha nem vagy teljesen hülye, akkor azt úgy tudod otthon, vele, tudsz vele dolgozni. Tudod szerelni, tudod karbantartani, persze nyilván nem minden dolgát, viszont most veszel egy 10 éves ö, Volkswagen, vagy egy Passatot, vagy egy BMW, vagy egy BMW-t, vagy egy Audi 10 éveset, főleg egy, ö, egy nagyobb kategóriájút, hát izékelnek informatikus bazze, hát, nem tudsz semmit csinálni vele. Hát ott lerohadsz vele az utcén, annyit nem tudsz csinálni, csinálni hogy kicserélj egy izzód, vagy, egy, vagy mit tőle, egy gyertyád, vagy akármit, érted, hogy mire gondolok. Hogy, hát, meg vagy lőve a trénert kell neki hívni. A, az ilyen alap dolgokat meg egy ilyen 1-9 megcsinálsz az is érted. Jó, nem, nem az a kategória, mint egy Trabant, 10-es, 10 13-as villás kulcsol mindent is, de az, az mégis egy, 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 olyan kategória, amit még, így, amit még így, lehet. Nem, nem szeretem ezeket a nagyon bonyolult elektronikailag, de nagyon bonyolult autókat. Annyi iszonyat passzus. Nézzetek meg egy új, mondjuk egy 10 éves, vagy egy új BMW-nek egy ilyen, egy ilyen robbantott rajzát, vagy egy olyan tényleg egy olyan rajzát, hogy mennyi, mennyi elektronika van, meg mennyi kacat van benne, gyerekek, és mennyi extrém mennyiségű uh, hiba lehetőséget hordoz ez magába. Na, Soma 97. Jó rész volt. Uh, nem szabad feladni, nyomni kell. Amúgy igen, hú, gyerekek, most nagyon pörögni fogunk. Kiférrészel keressük csak, meg nem tudom egyébként, ha ilyen bekattanok aztán, akkor ez van. Egyébként Hello Soma. Egyébként az ilyen, aki ilyen nevet mond magának, az én annak rácsopnék a seggére keményen. Porzinkos Dimitris 32-64. E Keeperhez végigjátszod ezt a játékot, én leszokok az alkoholról esküszöm. Na ezen is egyébként akkorát nevettem. Ez is nagyon adja. Cool. Enslave. Szerszámokat mindig tedd le magad mellé, sok futkozástól meg meg tud spórolni. Úgy nekem is nagyon rage a game, ezért nem is játszom vele. a vonalzóval tudod a gumik állapotát nem? Mondjuk a vonalzóval a gumik állapot, ja, mondjuk lehet, hogy akkor a, mintátod, ugye? De hát a szemre is látod. Mondjuk szemre nem látod, mert a grafika nem annyira kifinomult. Ja, hát igen, Rage a game keményen, de nem adjuk föl. Pasz egy Marcel. Őnek is ugyanaz a profilképe, mint 5 évvel ezelőtt, de imádom ezt. Képőre az ülésnek is kell, hogy legyen csavarja, mert a sín rögzíteni kell alul. Egy kicsi pixel kilátszik az ülés csavarjáiból, majd nézd meg nehogy kirepülj <laughs> belőle és a kocsi meg megy tovább. az lól. Ja, ott hogyha megállítod, akkor látod, hogy ott a csavar. A vonalzó elvileg a oké, okay, itt egy tutorial a szerszámos ládában található szerszámokról. Nézd meg, mert így egyszerűbb dolgod lesz. Köszönöm szépen. Egyébként pont most raktam ki a, a az új videót, a My Garage, vagy gariz vagy igen, azt abba basszus legalább francia kulcs van. Érted? Nem kell keresgetni a kulcsokat. Van egy francia kulcs, aztán azzal megoldasz minden. Ez tök jó. Milán írta lesz zöld, hátteres Az nézi, hogy régi, régóta kipört, aki tudja, mikor volt zöld hátteres facecam a Na, azt tudjátok, mikor volt? Körülbelül 7-8 éve. Erre valaki emlékszik, az, az már nem mai egy gyerekapám. Én is a való életben, egy Volkswagen bogár és egy piros kettes golfar. Nem eladóak! <laughs> ja, az jó. Bogarat nagyon ritkán látni már. Mármint ugye a régi bogarat. Mondjuk a régi bogár meg, ö, definíció az eléggé tág, mivel ugye a, elég sokáig gyártották a bogarakat. De mindegy, ja, értitek, hogy mire gondolok, nem ez az új ö, kotla, hanem a régi, hagyományos. Euh, Mózes, szia papi, írtam a Más Szamarkár negyedik részéhez, ha van néz meg így tovább. Hát, hogyha Mászlik akkor el fogunk addig élni, mert az ötödik résznél vagyunk. Norbert Novák! Dobom, kapd el! De ez mi? Mit dobom? Basszus, nem értem ezt. Nincs kontextusom hozzá, hogy ezt meg tudjam érteni. Szabolcs! Miért szomorú? Ja, hogy hogy kellene letölteni, írt a Szabolcs, kérdezte. Hát pont még holnapig egyébként le tölteni, nem, nem bonyolult. Beütöd a Google-be, hogy Epic Game, letöltöd a Launcher-t, és ott kiválasztod, ha megkeresed a Fire Simulator 22-t, és letöltöd. Ennyi, nem kell semmi extra dologben az írja tus közben pippentés a legjobb. Én mondtam, hogy valaki pip szokott pippenteni tus közben, közben, Hát, ja, az érdekes dolgokat beszélek néha. Mózes, Bence is eltalálta, hogy tök jók a videók, a Mindsemarkát nevetés nélkül nem lehet végignézni. Illetve a bobettás videóidból kiindulva én is beszereztem egyet, és neki nekiálltam rendbeszedni, is. hát hatalmas szórákozás, úgyhogy köszi az ikletet, és sok sikert továbbra is, mind a farminghoz, mint mind mindenhez. Hát igen, motor meg szerelni nagyon jó, meg egyébként, hogyha van minden, azt nagyon... Ugye régebben volt egy ilyen babetta felújítás, de ilyen kosárból, kosárba vette egy babettát, Fú, ennek pont kérdezte valaki a történetét kommentben, azt gyorsan válaszolok rá, már úgyis mindjárt bele fogunk akadni. Ugye, annak kérdezte valaki a történetét, hogy mi lett ez a babettával. Az konkrétan az tényleg egy ilyen fás, fássufni, fás sufniból össze kórészot, alkatrészekből felújított babettal, lett, de olyan szinten lett megcsinálva. Nézzétek meg azt a videósorozatot, hogyha keressétek meg a csatornámon, hogyha gondoljátok, ha szerettek szerelni. On olyan szinten lett megszerelve, hogy ilyen zsírúja állapotú lett. És annyira durva, aki nem tudja, vagy nem, pont kérdezte valaki, úgyhogy én neki válaszolok, hogyha tudjátok is, hogy Csehországból kerestek meg is Google fordítóval egy Fickó írogatott nekem, hogy megvenni megvenné a babettámat, de ő kellene, kellene, küld egy autót, ami majd le fog menni érte, mondjuk jövő szerdán. És ő átutalja a pénzt meg, vagy nem, a Fickó vitt, hozta a pénzt, a Fickó hozta, a mondta. És, hát mondom, ez biztos csak trókodik, otthon sem maradtam szerdán, elmentem dolgozni, és egyszer csak hív egy ilyen Fickó, ilyen fura kiejtéssel, hogy itt van ő Nemes Rádon, és akkor jött a Babettáért. És akkor basszus, mondom, főnök, nekem hozzá kell nagyon gyorsan, mert basszus, csehországból jöttek egy Babettáért. És akkor hazamentem, és ott volt basszus egy ilyen Fiat dukatószerű, szerű nem tudom megmondani pontosan mi most már, Fiat dukatószerű szerű autó. Töküres. Egy cseh fickó, aki azért valahogy tudott, hogy magyarul, egy magyar eldadorgott. Mondta, hogy ő jött, és itt van a pénz. A babettája. És, és, nem volt semmi abba az autóba, gyerekek, hanem úgy csináltuk, hogy voltak ilyen lekötési pontok, ugye, a négy sarkára lekötöttük a babettát, középen állt a dugatóba, úgyhogy konkrétan, hogyha állt volna a, a dugató, akkor is a babetta az érintetlen, és ki is vitte izébe az a Csehországba, egy gyűjteménybe. Mondom, apám, érdemes volt megcsinálni. És tényleg az a durva, hogy izé, és elküldtem a csávónak a felújítási videókat, és mondta, hogy lementette ő is és meg tök jó, hogy a kosárban meg lett mentve, meg ő neki, ugye hát azért, mert azért nagy szám nekik, ugye, mert ott készült, és akkor meg, volt egyébként minden típus, ez nem volt, meg is látta, hogy ez patika lett, és, és ez tök, a végére basszus lett egy ilyen sluszpoén, hogy, hogy nem, hogy csak, hogy felélesztettük azt a babettát, megcsináltuk hibátlanra, hanem a végén még egy gyűjteménybe bekerült ott, ahol készült. De mert ez nem hiszem el, úgyhogy ez nagyon jó volt. És Ö... Éjszaka nem lehet aludni, konkrétan a szerelésből nem lehet semmit látni. Írta Ö... írta Zsolt, Sebő. Ú, de ő is milyen régi játék, motoros itt basszus. Egyébként az a baj, hogy nem. Amikor nem vagy fáradt, akkor nem lehet aludni. De tényleg ez így van megoldva. Úgyhogy ez egy nagy szívás a játék, ugye azt se hány óra van, reggel van vagy este, úgyhogy ja, Uh, zöld musz, Muster warning. Lesz majd a FS22, ha már ingyém van. Igen, egyébként lesz. Megmutatom mindjárt, hogy milyen játékok lesznek. Arról is fogunk beszélni, hogy uh, milyen játékok lesznek, és milyen tematikával kb. Úgyhogy maradjatok, vagy nem tudom, uh, nem tudom, hogy kell timeline csinálni Youtube-ban, mert még sose csináltam, lehet kellene. Balázs! Kírja, csavarnak, ne fejét néz, hanem mintha bele lenne csavarva a menetet, Nézd, és akkor hamarabb beveszi. Egyébként igen, ezt használom, és azóta nagyon szépen köszönöm. Az mi az egy 5 BMW? Az mi az? Mi a E38? Vagy mi volt az a izé? Mi volt? Nem. Mi volt az a E46-tal? Ugyanaz az éven, ugyanaz az évjáratokban kiadott 5 -ös? Az egy ötös, ugye? Meg messzebb, fogd meg a tárgyakat. Igen, azt is használom, ugye azóta. és a boltnál lévő kocsikkal versenyezni. Hát ilyen. a Mózes. Aztán várjuk az autós tartalmakat. Köszönöm szépen. Csomó nem éltek vele vissza, mert nem is kérdeztek, mert mondtam ugye, hogyha valaki összerakja ezt a Mózest, akkor uh, cserébe kérdezhet bármit. Csaba János Herceg írja, ő, nem tudom neked mennyire ismerős, de a haverommal mi toltuk a dítralit pont a napokban jutott eszembe a cím. Az is tipikusan, a na még egy verseny megyek. Az, is, az is magyar? Rá fogok nézni, de egyébként a neve ismerős. De egy fú. Ö, offroad, meg rally játék, az annyi van egyébként, ami magyar készítésű. Ugye ott a Screamer 404, a terep egy terep 2, a, az Insane, vagy Insane, az is, ma, ugye, az is ö, magyar fejlesztés. Viola Bence, hát papi, elég kaotikus volt ez a szerelés. Ja, mi? Az a szerelés, az, az nem volt kaotikus. Az, az egy, én olyan büszke voltam rá, hogy addig eljutottuk abba a szerelésbe, komolyan. Én arra gondoltam, hogy semmit nem fogok tudni összeilleszteni. Én annyira rettegek sokszor ilyenkor, hogy úgy fogtok röhögni rajtam. Ja, kaptam egy csicskalángost, de egyébként visszanéztem, hogy ezt hogy kaptam azt a csicskalángost. A csávó előbb ütött, mint én. Az volt a durva. Hogy mondja, mondtam, hogy... Le -verek, beverek neki egyet, melyik gombbal, és mikor megnyom, tam volna, mert előtte ő így lendítette a kezét, azt oda várt egyet, azt repültem. Papi motorral menj vissza a faluba, az befér a csónakba, hajrá nyomjad meg. hát nem nincs gond a ö, mond, csónakkal azt hiszem. meg a motorral, mert elestünk. És szoktam lefogadni a cuccokat, és nem dőlnek el. Jó, de régi videóz írta ember. egy másfél éves videó szerintem. Ö, Renáta írta, szia Keeper, a Youtube, Nehogy letiltse a videót a zene miatt. Nem, 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 nem. Olyan zenéket válogattam, Gangsta Zoltánt és olyanokat, amik tudom, hogy nem tiltanak le. De köszönöm a tippet. Ugye Berachter a vezetőülést négy darab 9-es csavarral be is kell csavarozni? Valamint olvasd el a hűtőhajtóra a szöveget, utána meg majd a furgon. Erik írta egyébként. Ő, ja, igen, írta már régebben. És ezt, e, már a legelején, hogy ezt hogy kell e, betriggerelni, hogy legyen nekünk másik furgonunk. Igen, írja gumi a gumi állapotot, Erik. Azokban ismertlődnek, azokat nem olvasom be, jó, ne haragudj. Igen, ő is írja a motort. Köszi szépen, MGT, ez Zalai. Figyázz, Mora, mert a benzintank is el tud tűnni, de úgy, hogy soha nem talad meg. Ha a hátsó rugó elgurul a betonról, akkor soha nem lesz meg. Aha. Jó, de egyébként mondom, megoldottam, rájöttem. Mi a Screamer 4x4 basszus írja is. Írja is a srác az előbb, aki a másfél éves videóhoz. Igen, hát tudja. Már a a következő részt ebből a csodálatos játékból. Ö, a Crysis volt szerintem nem lesz következő rész, ez a ez a magyar óra, vagy ez a magyar sorozat, ugye a magyar játékok sorozat, ez inkább ilyen bemutató jellegű. Aztán amik esetek tényleg nagyon jók, nagyon elkapnak, azok lesz, abból lesz csak. Én főleg most újra telepítettem a gépet, hogy hú. Lesz fészkem? Amúgy nagyon jó. Hát nem tudom, hogy legyen-e, az előbb beszéltünk róla pont. Jó, a Vili csak itt tovább. Köszönöm szépen balás SGS 2121. Hajrá papíj, a sorozat, miatt kaptam kedvet ismét a játékhoz, várom az új részeket. Köszönöm szépen! MGTS Zalai három nappal ezelőtt. Hello Keeper, a Backpack mód a régebbi verzióhoz is jó. Ja, igen, jó. Egyébként, fú, basszus, nem tudom, most, most nem, akarok, nem, akarom keresni, de egyébként tök egyszerű, mert beütött, hogy izé, hogy My Summer Backpack mód. Én, én, is izé, pickpak megtaláltam, meg tök egyszerű az egész. Amúgy, hogyha az ajtóra hosszan nyomszakot teljesen kivágja. Ja, hosszan kell nyomni. Basszus, köszönöm szépen. 5-ös BMW. Ó, köszönöm szépen. Ja, egy csomót itt megint. A hidrolika ugye gyorsabban megy, hogyha gyakorlatilag ugye ö, pörgetem a motort. Köszi szépen. Traktoros Dáni, zseniális ötlet a Marsvap, nekem annyi hiányzik belőle, hogy nincs megmagyarázva, kinek adol el a dolgokat. Mert ugye egyetlen túlélőként csak te A kereskedelem gazdasági szereplők nélkül elég nehéz. Bár lehet földön a marterek, -e ahogy izgatottan fogom nézni és várja a részeket. Sokaknak egyébként pont nem tetszett a Mars, azért limitált ideig fogunk itt lenni, és ugye utána meg random helyekre fogunk utazni. De köszi szépen a Oh, köszönöm szépen, hogy írtál. Orsolya Molnár, FS15 sorozatot nem akarod folytatni? Át, azt szerintem már nem. Viszont, ja, nem hiszem. Gyere és táncol írja. Á, most jöttem rá, hogy nem tudod, ki vagyok. <laughs> De egyébként tudom. Norbert Novák 2000, csak itt tovább. Köszönöm szépen. Önnek is rettentő régi a profil képe. Én már kb. 5 Gyere, kezdem újra a játékot, mert lehetőnek az autó egyik alkatrésze. Majd ö, ö, ezt meg fogom mutatni, hogy hogy kell. Mindenképp egy tutoriált a héten vágunk abból, hogy hogy kell ezt megcsinálni. Egy csomó minden dologra rájöttem, hogy hogy lehet így módosítani, meg minden. Renáta írja esetleg, ha méheket raknál le, az csak mézet termel. Igen, igen, méhek. Hát, ja, az mézet termel, azt meg el lehet adni, ugye? Mármint az, az FS19-be a Marson viszont Viszont, ja, most belekezdtem már abba a dologba. Ja, fükaszát és bálázott. Ráta írta. Ismét eltelne. András Juhász, módolni lehet? Miért ne lehette írta valaki. Ja, igen, igen, az ingyenes. Még basszus, még mindig ingyenes. Csütörtökig az FS22 epiken, úgyhogy nyomjátok. Ah, ja, ah, ja, part 2. Mikor Bála esetne, meg a másik, ugye? Igen, írta is valaki. Fine. Screamer 4x4. Skoda, írta. Bundy! Szavasz Keeper, örömmel látom, hogy bejött a game. Igen, ő ajánlotta egyébként a Crysis-t, Bundi haverom. Szavasz Keeper, örömmel látom, hogy bejött a game. Valahogy biztos voltam benne, hogy élni fogod, és tetszeni fog. Nem is számítottam másra. Amúgy nincs mit köszönnöd. Részemről is öröm volt nézni, milyen lelkesedéten nyújtod a game-et Jó volt látni, te hogy játszol, és hogy éled meg a történetet történteket. Kíváncsian várom a következőre ezt a legjobbokat, csak így tovább. Hatalmas pacsi. Írtam rá a <laughs> Egyébként ő meg ilyen nagyon FPS, FPS őrült bundi. Szerintem nincs olyan Crysis, uh, Far Cry, pármilyen, pármilyen FPS, amit nem tud volna végig. Azt biztos vagyok benne. És nincs fenn a gépén. Megnézhetem swine úgy tudom az is magyar. Igen, és magyar szinkronos is. Mindenképpen fogjuk nézni. Egyébként le is, le is szedtem, meg fel is tettem, csak uh, ugye a gépcsere lett, és így ugrott konkrétan az összes játék, ami fel volt. Kolompár Démon Hill, nem hiszlek el! Hogy találtok vissza egyébként? Ezt írjad már meg, bár azt lehet, hogy pont nem nézed. Nem, nem hiszem, hogy olyan sokan fogják ezt nézni ezt a videót, csak esetleg aki kíváncsiak a válaszra a komment híjével kapcsolatban. Viszont Patrik, Patrik írta, hogy ha jó is lehet magyarosítani, de én. Jaj, de várjál, Ö, igen, de nem, hanem magyar fejlesztési játékok. Magyar fejlesztési játékokra játszunk, nem amit lehet magyarosítani. He -he. A Kolompár írja, írta, hogy Steven fenn van, készítő által, nem is vészes áron. Ja, de valami remake is van, azt hiszem, az ennek az Elastomániának. Ha jól emlékszem, van valami remake vagy a kettő, vagy valami, vagy pedig vagy csak egy ilyen HDR isön, vagy valami ilyesmi. Farkas magányos. Farmingra visszatérhetnél, az ki király volt annó. Oh, no. Egyébként azt tudjátok, most így elkotyintom, el hogy a rendesen ugye a Giant Software, ő csinálja ugye a farmingot. Fenn van egy farming szimulátor a hivatalos Giant oldalon, meg lehet vásárolni, ami magyar fejlesztésű. Azt tudjátok, hogy van egy magyar fejlesztésű farming szimulátor? Halál olyan, Teljesen magyar fejlesztésű, teljesen full magyar fejlesztésű. És Commodore 64-re készült, és ez halál egy magyar fejlesztésű játék. Commodore 64-re farming szimulátor, lehet játszani ugye emulátorral, és hát nagyon-nagyon fapad, de viszont működik, az alapmechanikák azok működnek benne, tök durva, és ez a farming szimulátornak a honlapján ott elérhető, a hivatalos oldalon. Úgyhogy ez tök érdekes. Igen, nem tudom, hogy mi az, ö, visszatértünk a farmingra, igen, hát ezt toljuk neki, Prometheus 8301, régen a Battle Stations, Midway, sokat játszottam, és az is magyar fejlesztésű játék. Az nem izé, az nem valami real shooter, nem ilyen, ö, vagy ilyen tower defense, vagy ilyen egy helyen állsz, aztán lőni kell, nem van valami rémlik. Van ez My Summer car. hú, ez nem, nem aktuális ez. Szava papi, Bence írja, ne add fel, csak így tovább. Egy elemes dobozban négy elem van, ezért nem találta a dobozt, mert már üres volt és eltűnt. <laughs> Jó, milyen kultúráltan, közlekednek, utána meg csat, és izé, frontális. Papi következő részére én szerintem gyorsan menjen a csónakkal faluba, venni elemet. Megnézd meg, hogy kell -e még valami. Hazafele meg szedd össze a szigetre kávés bögrét, meg vízforralót, meg a halcsapdát. Aztán utána mehet a szerelés. Hát, keresztül húzták a számításokat. Ja, itt írja valaki, hogy uh, Game Mafia, hogy menj ki az autópályára, onnan gyorsabb. Most már ugye ott közlekedünk. Nagyon köszönjük a tartalmat. Várja, Üdfe... Várjál. Uh, <laughs> ő egyébként nem, nem szereti a, a, tartalmakat annyira, amiket, uh, főleg az ilyen autósokat. De mindig néz, ő, ő, ő nagyon régóta ő is. Ő végül már visszafogott, mert régebben ilyen A4-es oldalai kommenteket szokott írni. Mert 3 percig tekintettem bele a videóba, persze ugrálva jelentek el. Most megyek, megnézem a félt, a MySomer és ahol befi... befigyel a Konyecovics, akarok nevetni rajta. Telóra lehet? Hú, nem, telóra nem lehet. Telóra nincs FS22. Jó játék, a magyar szinkron dobja ezt meg nagyon nekem. Egyébként ennek a Warheadnek tényleg a magyar szinkron annyira és annyira durva, hogy egyáltalán nem PC a magyar szinkron, hanem egész végig megy az iszonyat trágás szöveg, és ez valahol tök autentikus, mert egy harctéren valószínűleg, hogy trágáról fognak beszélni a katonák, amikor az életüket küzdenek, és nem azt fogják mondani, hogy a récfán fügyülő és részangyalát, úgyhogy igen, nekem is. már... Persze ez a videó nekem túl hosszú, de hogy beletekertem, de... Azért egész jó mozgásteret biztosít a gép, És nem mindenhol sötét ami szintén remek. Egyébként igen, ez valamennyire ugye a Crysis meg a fákrályok azért. Uh, Oké, okay, hogy van egy. van egy ilyen direktíva, hogy merre kell menni és mit kell csinálni, viszont uh, az jó, hogy azt egy csomófajta képpen meg tudod oldani. Long drive lehetne újra. Hát, lesz egyébként, de nem akarok teljesen összekuszálódni. kuszálódni. Hadd, hadd ne olvassa fel az összes kommentet, bocsánat. Csináld -e a videókat, nagyon szeretlek, Atira írta. Köszönöm szépen. én is szeretlek. Ez egy kicsit olyan fura volt. Na, Féknél van egy csavar, húzd meg, és Igen, igen, ezek már elég régiek, elég régiek ezek a kommentek. A mesterlövész, Thomas írta, igen, erre azt hiszem írtam is neki, vagy, most, vagy mondtam is, hogy a mesterlövész, az nem magyar játék, csak magyar szinkronos. Az egy lengyel játék. Nyomjad, kiper Papa. Nagyon... Mennyiszer néztem vissza, mikor töltöttél fel videót, itt van ennyi. Nem Ez tekinthető visszatérésnek, igen. Jaj! jó, Celebence! nagyon komolyan tolod, várom a marsos kalandot, meg írtam ötet az FS falán, nézd meg, ha gondolok. Csak így tovább, én is tudom amúgy az egy milliárdot, nekem még messze a cél, hát nekem, nekem mennyire messze. Köszönöm szépen egyébként,

Jó, nem a, a tetóválogépet, nem a disznó... Ó, oh, jó, oké, okay. oké, okay, nem olvasom tovább, mégis is már rettentő hosszú. Uh, bocsánat aki kim, attól, aki kimaradt, uh, próbálok sűrűn csinálni ilyet, főleg ha lesz rá igen írjátok meg, hogy akarjátok-e vagy nem, bár le, szerintem lehet, hogy annyira nem. De uh, tényleg mindenkinek köszönöm a kommenteket. Viszont ezt meg akartam beszélni, hogy mik lesznek játékok, oké? Okay? Amik lesznek játékok, uh, indulni fog egy ilyen sorozat, mivel egyszerűen ez a játék, ez nekem mindig ilyen nagy bakancslista volt. Az egyik kedvenc filmem az Aljas 8-as, és ez egy, ez egy, ez egy GTA, csak éppen százszor jobb nála, és a van Ez gyerekek, ez a játék, ez annyira gyönyörű, annyira részletes, hogy egyszerűen nem tudok, nem, szuper tudnék csak róla beszélni, és gyönyörű, csodálatos, szuper, nem tudom, ezt akarom játszani. Néha bejönnek ilyen AAA címek itt a csatornán. Ugye a legutolsó ilyen talán a Mafia Definitive Edition volt. Az is azért, mert imádom, akarok vele játszani, és akkor, ha már egyszer játszom vele, akkor videóba. Tudom, hogy nem egy új cím, nem tudom, 2018-as vagy valami ilyesmi. De én nagyon szeretem, és ezt akarom, akarom nagyon ezt végig akarom tolni, úgyhogy ebből lesznek részek. Farming Simulator 22, nem tudom, mit csináljunk benne, ezt írjátok meg, hogyha gondoljátok, ö... írjátok ötleteket. Én az alsó újlakon kezdenék el egy ilyen kis laz, lazulást, mindenféle ő, őrület nélkül, hanem egy ilyen normál farmingot. Tehát nem nincs mars, meg nincs semmi, hanem egy ilyen. Egy ilyen autentikus farmozást is, de nem kell erpézni, hanem csak egy ilyen tényleg, hogy próbáljuk, így, így normálisan farmingolni. Farming 19-ben megy a izé, az 1 milliárd euró My Summer Car megy, mind az őrület. Farming Life, nem tudom, nekem egyébként valahogy tetszik is. Lehet, hogy lesznek beve részek, még megvan a mentés, minden, egyébként a mentéseket átvakartam a régi gépről szóval. 7 ja. days to die, itt van erről beszéltem ugye mindenképpen fog jönni idén belőle nem tudom, az egy hónapon belül szerintem kijön az 1.0 ami azért elég jól ö, át fogja formálni hát nem is annyira át fogja formálni, hanem inkább azt mondjuk hogy lesz, be, lesz egy 7 days to die definitive ami, ami mondjuk úgy, hogy a készítők úgy gondolják hogy oké, okay, most itt ö, egy akkora lépés van hogy Uh, érdemes az 1.0-as verziót nekiadni, és uh, igen, késznek tekinthetjük a tekinthetik a játékot talán, lehet azt mondani. Nyilván fog fejlődni, de itt azért van egy mérföldkő. Ez a játék, ez viszont egy isten király, úgyhogy azzal mindenképpen. Akkor ezek kívül lesznek sorozatok. 7 hetente egy biztos lesz minden egyiből, de lehet, hogy több. Uh, és ezen kívül ugye a magyar játékok sorozat fog menni. Ha ki fog érni, várjátok, egy dolog nincs itt, a My Village, mert ugye a steam indítottam, tegnap vettem fel az első részt, meg a My Village. Ö, ezek fognak menni, kb. hetente egy sorozat, vagy egy, ez mennyi, ez 6, ez 7 játék, 8, 9 játék, valamikor kettőt rakok fel, meg hétvégén, simán hetente egy, biztos, hogy lesz belőlük, vagy még több is, a, meg a magyar Magyar sorozat. Hát a magyar, az, a magyar játékok sorozat az nem biztos, hogy az mindig lesz. De az, az mindig, mindig azért... Mármint, hogy mindig lesz, csak lejjebb ki fogunk hagyni, és akkor kipróbálunk meg egy magyar játékot, az egy ilyen hosszabb lehet, hogy azt évekig fog tartani. Arra gondoltam. És arra gondoltam, hogy ezek közül valamelyik kifut, ugye Red Dead az biztos, hogy kifog futni, mert ugye azt az végigjátszom a sztorit, szerintem nem fogok más csinálni vele, akkor bejönhet a helyére másik mondjuk a Farmer Life kiesik, akkor bejöhet a másik. My Summer car az egy valószínű hosszú ideig fog tartani, ez végtelen ideig fog tartani. Úgyhogy ez ilyen. Ez lesz, srácok. Nagyon szépen köszi a figyelmet, nem tudom, egyáltalán végignézte -e bárki ezt a videót, de azért feltöltöm. Ha a egy darab kommentelő megtalálja már a kommentre kére adott választ, akkor szerintem ez már így mondhatni megérte. És köszönöm szépen a kommenteket, és próbálom tényleg Rengeteg kontenttel meghalálni azt, hogy itt vagytok, és kommenteltek, és, 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 és velem örültök a dolgoknak. Jók legyetek, sziasztok!